Nem érzel valamit? Én igen. A siker szagát. És belőled jön. Jól van, szem. Miért mondom el ezt neked? Nagyon igyekszem, uram. Igazán. Nem igyekezni kell, hanem hinni. Ha hiszel a portékádban, sikeres leszel. Mert az nem rádulálás. Érted már? Amit mondasz, az innen jön. Hinned kell. Ez adottság. Nekem van. Martinak is, benned is meg lehet. Én akármiben tudok hinni. Igaz, Márti? Így van. Tudod, ki a világ legjobb üzletkötője? Az a pasas. Az ott. Eladta az országnak 200 millió embernek önmagát. Kétszer. Mi volt Nixon ajánlata? 68-ban. 68-ban azt mondta, hogy... Azt mondta, befejezi a háborút. Hogy kivonulunk Vietnámból. És mit tett? Oda küldött még 100 000 katonát, és szarrá bombáztuk a vietnámiakat. Hát ezt csinálta. És tavaly mivel nyert? Befejezte a háborút Vietnámban. Ezzel nyert. De fölényesen. Ez az üzletkötő. Ígér valamit, nem teljesíti. És aztán azzal, amit már egyszer beígért, újra megnyer. Így kell hinni önmagunkban. Kapcsolatteremtés, befolyásolás, pozitív gondolkodás. Olvasd el ezeket. Tessék. Ezeket meg hallgass. Vezetés közben, ha borotválkozol, vagy reggel a klótyón ülnek. Hinned kell magadban. Ez a könyv itt önbizalmat épít. Ez a másik a technikát tanítja. Ezekből kitanulod a szakmát. Garantálom. Végül is csak kétféle ember létezik a világon. Amelyik beszél, és amelyik cselekszik. A legtöbbje csak beszél. Nem tesz más, csak beszél. De ha összevetjük, tudjuk, aki cselekszik, az változtatja meg a világot, és aki ezt teszi, rajtunk is változtat. Ők azok, akiket nem felejtünk el. Te melyik vagy? Aki folyton csak beszél, vagy aki a sarkára áll és cselekszik? Mert hidd el nekem, minden más, csak a rohadt tetves porhintés.